Köböl Anitának több mint 10 éves televíziós múltja van, végigjárta a szakmai ranglétrát. Pályafutását gyakornokként kezdte, később riporterként, majd felelős szerkesztőként dolgozott. A műsorvezetés számára igazi szerelem. Nők filter nélkül. A TV2 után tavaly igazolt az ATV csoporthoz tartozó Spirit FM-hez, ahol nagy sikerrel fut saját műsora, a hashtag nofilter, nők filter nélkül, ami a rádió mellett a YouTube-on is megtekinthető. Televíziós feladatai mellett továbbra sem szünetelteti a Ferencvárosi Tornaklubnál végzett munkáját. Köböl Anita intenzíven készül az új televíziós kihívásra. Hetek óta az ATV Start szerkesztőivel egyeztet a reggeli élőadásokról. Az ATV Start minden hétköznap reggel 6:25-kor látható az ATV-n. Itt vannak a stúdióban. Köböl Anita, hát szervusz! Ja, Robi, jó reggelt! És Tamás, szervusz! Képzeld, de már reggel hajnalban, amikor ott beköszönök, és akkor mondtam, hogy kik lesznek a vendégek, akkor mondtam, hogy Gajdos Tomi, mondom, hát inkább Tamás, mert azért mégiscsak Tamás azért... Tamás bácsi, bocs! Neked szőleg! Igen, én is még magázom, aztán megisszuk a pertut. Figyeljetek, tulajdonképpen olyan profi tévésekkel beszélgettek most arról, hogy majd hétfőn együtt kezditek a műsort, hogy tulajdonképpen egy dolgot kellene szinte megtanulnotok, amit úgyis hoz majd az élet, nem? Hogy így összecsiszolódjatok ti, bármikor is Tamás vagy Anita dolgoztatok együtt? Soha korábban. Hát én még rajongója voltam gyerekként, én is a tévén keresztül néztem. Ez Tamás, nem is. Nem én mondtam. Nem soha korábban, úgyhogy hivatalosan most ülünk így először egymás mellett. Magyarázzuk meg. Kijött a beszélgetés, előzetes beszélgetésből, hogy de találkoztunk egyébként, de teljesen egyébként is ilyen a rendezvényeken, de leginkább, amit gyakran találkozunk a Fradi bajnoki meccsein. Ugye ott, és sporteseményeken, tehát egyéb sporteseményeken, ugye igen. A jótékonyság mezején zajlik, igen, úgyhogy innen ismerjük egymást, de kollégák hivatalosan még soha nem voltunk. Majd ugye azt a kulisszatitkot elárulhatjuk, hogy tegnap itt az ATV-n belül ugye volt egy értekezletünk, ahol bemutattak téged, lehetőséged volt megszólalni, felszólalni, köszönteni minket, a kollégákat. Mi ugye abban a könnyebb helyzetben vagyunk, hogy mi már évekkel korábban azért dolgoztunk egymás mellett, jól ismerjük, így van a TV2-nél, jól ismerjük egymást, de merőben más ez a meló, amit te is csináltál, én is, amit korábban csináltam. Milyen volt a felkészülés időszaka? Hogyan készülsz tényleg egy olyan műsorra, ami vezető reggeli műsor, nagyon sokan nézik, nagyon sokan hivatkoznak rá, mármint az itt elhangzott interjúkra, stb. És azért erőteljesen politikai közéleti műsorról beszélünk. Sőt, egyébként már a felkészülést, illetve a kiválasztásomat megelőző, amikor a válogatásra elhívott Németh Szilárd, akkor én először visszautasítottam, hogy állj, nem oda való vagyok, higgy el, hogy erre teljesen alkalmatlan vagyok. Nyugtasson meg, hogy annak idején 2017-ben én is ezt mondtam. Te is ezt mondtad. Igen, mert tisztában vagyok azzal, hogy mit kíván meg ez a műsor, a műsorvezetőtől is, felkészültséget illetően, tájékozottságot illetően, és ez nem azt jelenti, hogy én nem vagyok tájékozott, vagy nem olvasom rendszeresen a híreket, hanem azt gondolom, hogy egy szakmai elvárás saját magammal szemben is. És akkor megnyugtatott, azt mondta, hogy van egy archívumom, ami jelenleg félig van tere, és ezt fel kell majd töltenünk. És azáltal, hogy rendszeresen itt leszek, és ugye magamba szippantom a tudást, ez még inkább erősödni fog, és magabiztossá tesz. Úgyhogy ez volt a nulladik pont, és akkor onnantól kezdve, mikor a folyamatok zajlottak, ugye már a castingra is erőteljesen felkészültem, sokkal több mindent olvastam, és természetesen például választottam magamnak egy mentort, akitől szakmai segítséget kérek, heti rendszerességgel járok hozzá, mert szeretném azt, hogy abban a székben majd tényleg magabiztosan ülhessek, és azt gondolom, hogy a nézőktől pedig egy teljesen jogos elvárás, hogy megfelelő és hiteles tájékoztatást kapjanak tőlem. Bár nem nekem lesz a feladatom megmondani a dolgokat, hanem ugye a kérdező szerepét töltöm be, azért számomra is magabiztosságot jelent, hogyha tudom, hogy miről beszélek. Hát sokat nézünk benneteket, én legalábbis úgy tanultam. Én eddig is sokat néztelek, Robi, hát lelkes követőd vagyok. Ó, sokan vannak, ugye, ahogy a Facebookon szoktam írni, meg az Instagram, hogy több millió néző örömére vagyok kitáltában mindig. Igen. Szerinted ezt önironiával mondta? Nem, hát mindenki döntse el. Mindenki döntse el. Azt azért elmondhatjuk mindannyian, ugye most Emilia pont nem ül ide a háttérben, ez ő is figyel minket, hogy a páros műsorvezetés, azt mondjuk el nézőknek, hogy egy tök spéci műfaj.
annyira kell érezni az egyik félnek, a másik fél, mert szinte már a lélegzet vételéből tudjuk, nem, hogy hopp, meg akar szólani, a szeme tekintetéből, na, most mit akar mondani? Tomi, te hogyan tudod majd Anita munkáját segíteni, vagy Tamás, bocsáss meg. Köszönöm igen. Szépen, Robi. Róbert. Igen. Hát először is ez annyira így van, amit mondtál, hogy amikor volt az a néhány hónap, vagy egy év is volt talán, amikor a Covid miatt egy üvegfal választott el minket, ugye kettőnket már, mint a műsorvezető társal, akkor határozottan éreztem ezt, hogy nincs meg ez a bizonyos lélegzetvételnek a hallása, érzése. Tehát annyira fontos az, hogy ténylegesen egyfajta ilyen testkommunikáció is van, hogy megszólalnak, már tudjuk, hogy mikor szólal meg a másik, majd mikor akar kérdezni. Hát ez nyilván még nem tudjuk, hogy működik Anitával, de én szerintem ez vagy van, vagy nincs, tehát ha meg nincs egyébként, akkor is néhány hét meg, után. Meg veled nagyon könnyű dolgozni. Oh, igen, sokan mondják. Tényleg jó párod lesz. Igen, hát mégis is a Robival se dolgoztunk, illetve soha együtt, aztán itt egy párszor, most háromszor, négyszer volt, ha kényszer nézett, hogy együtt kellett lenni. Én is számítok, hogy a más szakmaiságára egyértelmű. Hétfőn kezdtek, úgyhogy nagyon drukkolunk. Biztos szuper lesz egyébként minden, hát ez tényleg most Anita, ugye te tök profi vagy, képernyő előtt nem jössz zavarba, a kamerát ismered. Izgulni szoktam, Robi, képzeled. Nem baj, az kell. Én 10-12 éve rendszeresen minden egyes tessék előtt vért izzadok, mert szeretném jól csinálni, amit csinálok, tehát hogy most is izgulok, hogy itt beszélgetek veletek, mert én érzem ennek a súlyát, igen, és ekképpen szeretnék majd helytállni. Úgyhogy, hát meg tudod, azért ilyenkor az első napokon, mindjárt mondom a lapszemlét, igen, bocsáss meg. Ilyenkor ugye az első napokat biztos, hogy mindenki végig fogja nézni, tudod, hogy milyen vagy. Köszönöm, hogy még egy kicsit nyomasztasz is. És a vezérigazgató is fog nézni, úgyhogy drukkolunk. Köszönöm szépen. Na, köszönjük, nem beszéltek tovább, mert már sokszor a fülemre szóltak, hogy megérkezett a stúdióba Savas Andris kollégám, aki az online hírekkel következik. Tessék, akkor legyen tiéd a szó, Andris.